Holnap a Digi Sport a Miskolc Ferencváros férfi vízilabda Eurókupa elődöntő. A címvédő zöldek négy gólos előnyből indulnak a visszavágon, a BL-ből pedig az OSC Juk Dubrovnik találkozót közvetítjük szerdán, nem jelentéktelen ez sem. A kilátásokat elemezzük a szövetség sportszakmai igazgatójával, Merész Andrással. Jó reggelt kívánok, szervusz András! Jó reggelt kívánok! A Fradi az Eurókupa védője, igaz lesz -e ez az állítás a nyáron is? Hát a papírforma alapján annak kell lennie. Én azt gondolom, hogy ennek a Ferencvárosnak olyan a játékos állománya, az edzői stábról nem is beszélve meg a hátterükről, hogy majdnem, hogy már elvárás szerintem az, hogy ők lenkupát nyerjenek. Ahhoz persze mondjuk szerdán hát egy jó eredményt kell elérniük Miskolcon, hogy aztán ez bekövetkezhessen később. Nem volt könnyű dolguk a Miskolc elleni első találkozón, főként az első három negyedben. Egy top csapat nehézségei úgy általában is miből szoktak adódni Sike József csapata ellen? Hát Sike Józsi barátom, hál' Istennek barátomnak mondhatom, egy fantasztikusan jó pszichológus, és egy elég jól összerakott Miskolca van. Ennek a Miskolcnak egy hátránya van, hogy picit rövidebb a padja, mondjuk a Fradi állat, az, az talán nem is olyan meg, ö, meglepő, illetve a kulcsjátékosai azok nagy valóban kulcsjátékosok, és ugye a harmadik negyed környékére el tudnak fáradni, egyébként így volt most hétvégén, ugye ők játszottak bajnoki mérkőzést is, de gyakorlatilag ugyanígy volt, két negyedig nagyon szépen pariba voltak, és aztán szépen lassan ellépett a Ferencváros. Öhm. Csodálkoznék, ha ez nem valami hasonlóképpen működne majd szerdán is. Tehát ez teszi az állománybéli különbség. Na, szerintem egyértelmű. A szerintem egyértelmű, ez így van, igen. Szerinted mit fog játszani Miskolcon a Fradi? Elsősorban egy meglepetésmentes, csendes meccs előállítására koncentrálnak majd egy jó védekezéssel? Hát a a bár szerintem minden góra játszó sportákban a védekezés az alapja mindennek, a vízilabdában az utóbbi néhány év, évben, évtizedben eh, még hangsúlyosabb. Eh, és ahogy Zsoltot ismerem, eh, ő abszolút erre fekteti eh, a hangsúlyt, eh, egy nagyon jó válogatott kapussal a háttérben. Eh, ahogy szoktam volt mondani, sokkal könnyebb 6-5-re nyerni, mint 16-15-re. Eh, tehát az, az, odáig rendben van, hogy az ember igyekszik szép gólokat lőni, sok gót lőni. Eh, de hát, hogyha eredményt akarsz elérni, akkor elsősorban a védekezésekkel foglalkozni. Egyébként abból meg könnyű gólt lőni, hogyha jó a védekezés, akkor viszonylag tiszta helyzeteket tud teremteni elő a, a, a csapat. És mi lesz itt a feladat a Miskol számára? Mit érhet a hazai pálya előnye, amikor kötelező kockáztatni, és igazából nincs nagy vesztenivaló, ahova a Miskolc eljutott, oda eljutott, mindenki megsüvegeli érte, innentől kezdve nem nyomasztja a vállukat. Igen, e, ugye az előbb említettem, hogy a Sike Józsi jó pszichológus, és e, hát a barátomnak mondhatom, és elég jól ismerem, tehát ő valószínűleg azt fogja mondani a csapatának, hogy hát milyen veszteni valónk van, lássuk, lássuk, a medvét, hát ha történik valami, mert azért igazából ennek a Miskolcnak egy jó sansza van, hogyha ott a másik negyed vége, harmadik negyed elején tudnak kettővel vezetni, vagy maximum hárommal esetleg, Ak akkor már megremeghet a fradi játékosok kezelés, és onnan lehet nagyon érdekes a mérkőzés. Az, hogy ez egy jó meccs lesz -e, az mi múlik majd? Hát nagyon sok minden múlhat. Nyilván mondom, a két csapat azért elsősorban, a Ferencváros elsősorban továbbjutást akarja megoldani. Tehát nem gondolom, hogy nagy kockázatokat fognak vállalni. A Miskolcnak kell kockázatot vállalni, ha szeretne továbbjutni. De múlhat azon is például, hogy két külföldi játékvezető idejön, és az ő éppen az ő országokból hoznak valamilyen fölfogást, amit senki nem ismer, ha lehet, hogy az egyik csapatnak jó, lehet, hogy a másiknak. Eljutottunk a modern vízilabda legnagyobb rejtéhez, mm. a játékvezetéshez. A Fradi, mint ahogy utaltad, ugye vasárnap találkozott a Miskolca, és bajnoki győzelemmel hangolt, és ugye az a találkozó elsősorban vargadénes félpályás háttal csavart góljáról maradhat majd híres. Dumi azt mondta a VLV-nek, hogy ez a megoldás, hogy kijön a kapus, ő indít, viszont megszerzi gyorsan az indítást, és egyből betekeri, ez neki a bakancs listáján szerepel. Te láttad ezt a gólt, nem? Igen, kimutatta a mérkőzésen. Hát szenzációs gól volt, óriási ö, ö, pillanata volt a mérkőzésnek. A Monár Peti, aki a Rioi olimpián vezette az a olimpiai döntőt, ő vezette ezt a meccset, és mondta, hogy hát majdnem megtapsolta, mint fehér ruhás, ugye hát ez nem illik, de hát valóban, valóban egy egészen különleges pillanata volt a, a mérkőzésnek. Tétel egy pólós bakancs jellemző a játékosokra, egyes játékosokra az ilyesfajta kísérletezés, tehát hogy azért nyilvánvalóan nem ott, ahol a csapatot cserben hagyja, de hogy a jó helyzetekben abban a bravúr megoldások gyűjtögetése. Szóval te az erről folyó diskurzussal, meg ilyen ötletekkel gyakran találkoztál pályát során? Természetesen. Tudni kell a vízilabdásokról, hogy bár profi játékosok, ugye az első szemben játszók, de mégiscsak játékosok. De nem, ugye a vízilabdában rengeteg olyan játék van edzés szituációban, vagy edzésen kívüli játék, amit imádnak játszani a játékosok. Hogy más nem mondjak, én még annak idején, amikor a Szívos Marci nekem a játékoson volt, akkor nagyon szerettünk a Kölyér utcában a lépcső korlátját gólnak, vagy kapunak véve egymással játszani, ugye nem könnyű, és, és szívtuk egymás vérét, és nem tudom. És, ez a, és ezek, ezekben a játékosokban ez megmaradt 20-30-40 évesen is, hogyha arról van szó. Most az, hogy bakancslista, nem bakancslista, persze ez egy nagyon-nagyon különleges gól volt. Azt kell viszont mondanom, hogy az, azért ezek mégis a profi játékosok, és azért természetesen nem fogják a saját ambicióik alá söpörni a, a klub érdekeit, de hát hogyha még gól is van egy ilyen szituációból, akkor senki nem fogja őket ezért megszédni. Hát Bajnokok ligája, mert hogy lesz egy másik érdekes mérkőzés is, az osc nek nehezebb feladatot kell megoldani, mint akár a Fradinak, ugye akár a Miskolcnak. Mutatja a Moszkva döntetlen azt, hogy Tóth László ugye az edzőváltás után ki tudja hozni, és ki tudta már hozni az osc t a gödörből. Hát nem csak a Moszkva elleni döntetlen, ugye volt az Eger meccsük a legutóbbi fordulóba, ott nagyon-nagyon jól játszottak végig, tulajdonképpen uh, inkább a szerencsésebb csapat nyert uh, azon a mérkőzésen. Egyrésztről, másrésztről ugye a Tóth nem ismeretlen a feladat, hiszen tavaly ugyanebben, ugyanebben ugyaneb a cipőben volt. Uh, úgy, és hát még egy dolog, ugye megint csak egy sztereotípia, hogy hát az új sepről jól seper, tehát itt, uh, hogyha, uh, hát ugye, én is voltam mind a két végén ennek a uh, helyzetnek, hogy, amikor az ember összerak valamit és csinálja, 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 nem működik, aztán egyszer csak jön valaki, és azzal működnie kell, az ki, majdnem kizárt, hogy azzal nem működik. Ugye ilyenkor a játékosok felszabadulnak bizonyos nyomások alól, meg akarják mutatni, hogy már pedig bennük több van, nem ők voltak ebben a hibásak, ami, ami addig volt, stb. stb. Na most persze ez egy bizonyos idő után elmúlik, az újnak a varázsa, de azt gondolom egyrészt még tart. Másrészt viszont azt is el kell mondanom, hogy azért ennek az osz nek nyilván a Bajnokok Ligájában már nem a Final Eight-be való bejutása célja, de például az mindenképpen, hogy majd akkor a bajnoki rájátszásra olyan formába kerüljenek, olyan, olyan helyzetekbe, amiket mondjuk ezeken a mérkőzéseken szuper csapatok ellen lehet gyakorolni. Világos, tehát miután nekik szinte reménytelen ez a bajnokok ligája, ezért ezt most te azt gondolod, hogy alá kell rendelni, és alá fogják rendelni a fontosabb célnak, ez pedig az, hogy a bajnokságban mennyire tudnak fölpörögni, és milyen eredményt tudnak a végén elérni. Mi a problémája ezen a csúcs szinten, ennek az idei osc -nek? te hogy látod? Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha, ha jók az információim, megmondom becsülettel, a hírekből, meg a tévéből, rádióból vannak ezek az információk, amit én láttam. Ha valaki visszaemlékszik rá, akkor amikor a nyári új igazolásokat bejelentették, még nem volt edzőjük. Az edzők még nem jelentették be. Én azt gondolom, hogy... Ugye a Tóth sokat beszéltek, illetve a Tóth Laci maga mondta, hogy hát ő végül is nem válta, de én azt gondolom, hogy ez elég hamar kiderült. Tehát az, hogy akkor nem jelentettek be egy edzőt, az nem az volt, hogy a Tóth Lacit győzködték, hanem vártak valakire. Az nem jött. Attilát kinevezték, de gyakorlatilag, ez most, én azt gondolom, ez úgy működhetett, hogy nem az Attila választotta a játékosokat, mondjuk az új játékosokat, hanem voltak az új játékosok, és lett az Attila az edzőjük. Az Attila egyébként egy nagyon jó edző, nagyon jó szakember, de azért ez egy kicsit más tészta, mint amikor az ember a saját igényei szerint próbál válogatni. Összerakni a, egy csapatot. A, uh -huh. és összerakni egy csapatot. Egyrésztről, másrésztről, hát én láttam egy pár meccsüket, ugye a közvetítésben is néha szerepeltem, Uh, nagyon sok kulcsjátékos van ebbe az OSC-be, valahogy, valahogy, soha nem működött az, hogy legalább hárma négyen jól játszanak. Mert azért, ha főleg ezeken a BL mérkőzéseken, azért az nem elég, hogyha mondjuk a Biszlicsány jó és a Brugulia jól játszik. Ott a centereknek, a többi játékosnak, a, a válogatott átlövőknek mind-mind uh, jól kell játszani, mondjuk például most szerdán is ahhoz, hogy itt uh, esélyük legyen győzelemre. A végére értünk még a Fradira visszatérve egyet röviden. A bajnokságban az őszi eredménytelen, de heroikus csaták után ugye sikerült a szolnokat legyőzniük. Ez az öltfejér csapat most már a teljes csúcsforma felé tart, te úgy látod? Nagyon szépen építkeznek ezt mindenképpen, azt kell mondanom. Hogyha az idei bajnoki évet egy piramisnak képzeljük el, és a csúcsa az a bajnoki döntő és annak a megnyerése, hát nagyon közel vannak már hozzá de még borzasztóan nehéz lesz fölrakni ezt a pár követ erre a piramisra. Még, még, sok munka van ebbe a sztoriba, de, de nagyon szépen össze van rakva. Ugye hát ez a Ferencváros, hát ebből látszik az, hogy, hogy, a, hogy a Ferencvárosban mondjuk a Varga Zsolt, Gerendás György páros annak idején elkezdte az építkezést, és az építkezésnek megfelelő játékosokat igazoltak. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.